Na, hello mindenkinek, amit éppen láttok, az a Dragon's Rise of Berk nevezetű mobiltelefon játéka, ami Android-on, elméletileg még iPhone-os készülékeken is elérhető. Amit a játékról tudni kell, hát mondjuk minden játékmenet eleve úgy kezdődik, hogy a játék felajánl nekünk egy hirtelen történő 20.000 forintos befizetést. Ha van kedved, 20.000 forint érte vehetsz magadnak egy ilyen szuper mega szörnyet. Lássuk is. De nem, valahogy erre majd nem húsz. Na, tessék. Bocsánat, tehát csak 15.000 forintos szörny. Nem, valahogy nem kérjük, mert valahogy mondjuk másra jobban figyelünk majd akkor. Az egész játéknak az a lényege, hogy jó kis sárkányokat kell nevelni, elmenni keresni ugye a fő sárkánnyal, ezzel a fogatlannal, ez a neve, a fogatlan. Szóval el kell vele menni sárkánytojásokat keresni, és amikor már megvannak a sárkánytojások, akkor szépen föl kell nevelni, etetni kell őket hallal, illetve amikor már teljesen tele van a hasuk, akkor el lehet küldeni őket gyúrni. Természetesen nem a helyi gyúróterembe mennek a súlyokat emelgetni, van nekik egy nagyon megfelelő ilyen gyúróterem az ő számukra, az enyém már jó fő van fejlesztve, tehát kettő sárkányt képes egyszerre nevelni, mondjuk, hogy edzeni. És ez a két sárkány természetesen edzése rendkívüli módon begyorsítható, például a kék rűne bedobásával, de hát forintban mérhető a rűnéknek az értéke, tehát nekem most van 840 rűném körülbelül, ez kb. 840 forintot ér, és ezt honnan látjuk? Hát mondjuk vegyünk új rűnét, ugye? Bemegyünk, előveszünk a Mastercard, Visa Card, illetve hasonló ilyen banki hitelkártyáinkat, és rányomunk erre a hajósra, tehát 20.000 rűnét, nem tudom, hogy kell mondani, 21.800 forintért lehet venni. Tehát szó szerint annyit ér egy rűne, mint egy forint. Tehát ilyen rohadt egyszerű. Úgyhogy van 800 forint értékem a játékban, mert néha sikerül találni, vagy elbontjuk a követ, mert amikor követ bontunk el, nem vagyok benne biztos, hogy most találunk, itt van, tehát követ bontunk el, kijelölöm a követ, akkor alul itt az alsó része, itt, egyből lehet is látni, hogy 1,8 millió fájér el lehet bontani a követ. Amikor ezt a követ elbontottuk, akkor rűnét találunk alatta, azt hiszem 18-at, vagy valami hasonló jelentéktelen mennyiséget. Na, visszatérve, a játék lényege az, hogy minden egyes sárkányt elküldjük halászni, hogy a saját kajájukat megkeressék, vagy elküldünk fát vágni. Tiszta jó, nem? Mert a sárkány tud fát vágni. Van nála fejszés sárkány. És minden egyes sárkány más mennyiségű fát képes hozni. Természetesen ha fejleszted a sárkány, meg elküldöd gyúrni, akkor később több fát képes termelni, több halat képes fogni, stb. Talán valamennyire logikus. És az egész játéknak ez a lényege, hogy termeld ki a sok halat, és vágd ki azt a rengeteg sok fát, amit ugyanúgy elhasználsz a saját fejlesztésedre. Így szó szerint a saját kajájukat, illetve edzésüket hozzák a sárkányok. Ez a logikus, nem? Úgyhogy vannak mindenféle formájú sárkányok, ugye aki látta, hogy neveld a sárkányod 1-2-t, az valamennyire azért jobban képbe van ebben a dologban. Aki nem látta ezeket az animációs filmeket a DreamWorks gondozásában, hát erősen szégyelje magát, de így mám, jó? Na szóval van nekünk a fő sárkányunk, aki fogatlan, tehát tut lesz fogatlan, és a hikáp ugye magyarul úgy sikerült lefordítani egy hablat. Magyar fordítások remek művei ezek, hagyjuk. Visszaért egy darab zsákkal, mert egy darab zsák indítása ingyenes, kettő zsákért már fizetni kell. Hát hal van benne. Mennyi? Mondjuk, hogy minimális, jó? Mindegy, begyűjtjük, ugyanis őt nem ezért küldtük, hanem hogy hozzon szakadt zászlót. Vágod? A szakadt zászlóra azért van szükség, mert vannak ilyen extra nagy sárkánya. Például a zöld halál. Zöld halál, most félsz már eléggé? Ez jó. Na, így néz ki a zöld halál. És a zöld halálhoz, ugye nagyon jól látjuk, hogy a következő a recept, mondjuk, hogy hozzávalók kellenek a recept elkészítéséhez. Tehát 6 kosár álmából, 6 darab piros fésűből, 6 darab térdvédőből, 30 darab szakadt zászlóból, 3 darab olvadt kőből,
és 10 darab fejszéből összeáll végül a zöld halál nevezetű sárkány, amit most is így azonnal meg tudnék venni körülbelül 5000 forint értékben történő rúna felhasználása. A mi sárkányunkat természetesen szakadt zászlóért küldtem, amit látjuk itt középen a szakadt zászló itt érhető el, hogy elküldjük szakadt zászlóért, ez esetben 2 batyúval, tehát 13 rűnébe kerül a 2 batyús indítás, és másfél óra múlva szépen vissza fog jönni a sárkányunk, aztán a haveros vagy lesz nála valami, vagy nem, nem? Na, ezzel nincs vége a dolognak, néha jön támadás. Ez a Berg, ez egy olyan sziget, ahol akkor támadnak, amikor te hívod a támadást. Így szoktam nézni. Mi van? De nem akkor támad az ellenség, amikor jön, hanem akkor támad az ellenség, amikor te mondod, na jó, most gyere támadni. Nem biztos, hogy én ezeket a dolgokat így elsőre teljesen maradéktalanul meg sikerült értenem. Oké, hívjunk egy támadást, jó? Támadás hívása. Ilyen fejem. Egy nagy szakám. És kész, és ettől már is meg kéne rémülni. Szóval, 29-es szintű támadás következik. Látjátok, egyébként már vacogat érdem, tehát teljesen kész vagyok. Akkor indítsuk el, nem? Már még én fogom indítani. Jó. Következő dolog a védekezésre rendelkezésre álló sárkányok beválogatása a mondjuk a védelmi hogy hívjam ezt? A védelmi lánc kialakítása, amit csak és kizárólag sárkányok fognak csinálni, és egyetlen olyan katapult van a játékban, ami végül is nem jó semmire. Úgyhogy használjuk azokat a sárkányainkat. Támadó erősségben vannak sorba rakva a sárkányok, tehát most így próbálom megmutatni, 45-ös, ami 162-t lő, vagy 37-es, ami 145-öt lő. Fogatlan igaz, hogy 100-at lő, de azt elküldtük 2 batyúval, hogy ugyan eridjél már szakadt zászlót keresni, és van még hát egy 82-es támadású kék madarunk, ez a boldogság kék madara így repül. Jó, mondjuk ebben nem menjünk bele, de minden egyes állatot, ami éppen rendelkezésre áll, mondjuk így. Mi szépen beválogattunk, így az össztámadó teljesítmény, ha ügyesek vagyunk, akkor össze fog adódni, ha ennek az ellenkezője történik, és nem vagyunk ügyesek, hát akkor beszívjuk, ilyen rohadt egyszerűen. Ezt ide alulra teszem ezt a kamerát, mert a bal oldalt fognak majd kelleni érdekes dolgok. Úgyhogy felkészülés a harcra pár ezer fáért cserébe. Zeneváltás. Van 20 másodpercünk körülbelül, hogy felismerjük, hogy honnan kéne támadni. Tehát át lehet nézni a hajóhadat. Semmilyen másik hajót nem kell lelőni, csak a pirosat. Eddig világos? Akkor induljunk, jó? Mert van még 7 másodperc, ezt utána automatikus hajót. Úgyis lőni fogják őket, ennek a nagy eredménye a magam nincsen. De szerencsére mi a madarainkat át tudjuk küldeni másról. Miközben ők mennek, nem sebezhető. Sebezhetetlen pajzsal mennek végig, és leszedik a nagy hajókat. És akkor elkezdenítünk az eseményekre, jobban lássuk. Ez nagyon izgalmas volt, nem? Haver! A fogam összevacogott, mert olyan izgalmas volt. Nyertünk 3 kulcsot. A 3 kulcsnak az a szerepe, hogy ki lehet nyitni azokat a ládákat, amiket hozott a hajó. Támadó hajó ládákat hoz. Érted? Reklám. Ugye hát a wifi be van kapcsolva, mi történne, nem reklám. Ja, a pandás játékban meg ez a játék van reklámozott, tehát tök jó spanok.
de kemény csata volt! Kemény csata volt, bászik azt a picsáron, nagyon kemény volt. De természetesen a jutalmat be lehet zsebelni. Ha elsüllyesztettem a hajót, akkor én lementem a tenger fenekére főzni a ládát? És még ő mondja, hogy de kemény csata volt. Őt miért nem lőttétek le a hajóval? Hülyeség, nem? Na, van 4 darab láda, 3 kulcsa. Evidens, az egyik ki fog maradni. Egy darabot nem kaptam a fogaskerékből, de 8 rűnét felhasználva, most kaptunk itt a bal oldalon, ugye itt látjátok, kaptunk 10 rűnét. Tehát egy darab fogaskereket nem kaptunk. A fogaskeréknek olyan fontos szerepe van, mert... Na, az jó munka volt mindenki, nagyon jó. Végre együtt dolgozik a csapat. Végül is ilyen pointless dumák, semmi értelme nincs. Valamennyire próbál visszautalni a filmre, de... A mondatok nem követik egymást, úgyhogy a nagy érdeme, a nagy figyelmet nem érdemel a dolog. Na, azonban van nekem collections, ugye az előbb mondtam ezt a zöld halál nevezettő dolgot. Jaj, a zöld halál ettől így meg kell rémülni. Na de nem csak ez az egy sárkány kinyitható, hanem... Ó, itt vannak hadisárkányok. Egyenesen ez a neve, hogy hadisárkány. Batle, hadisárkány. Most a hadisárkányról azt kell tudni, hogy csatában valamivel jobb, mint a sima, nem csatasárkány, de az összes többi tulajdonsága semmit nem ér. Tehát egyszerűen nem éri meg. És mi nagyon jól látjuk, 32 darab fogaskereken van a szükséges 10-ből, és van 5 darab térdvédőm az egy szükségesből, úgyhogy simán kiválthatnám, de minek? Egyszerűen nem kell. A következő sárkányokon látjuk, hogy melyik sárkány lesz az, ami majd legközelebb majd jön. Ezek közül fog majd választani valószínűleg a gép egy... Ilyen véletlenszerűen, hogy most melyik jött. Ne haragudj már, de nem kell, jó? Tipli, el lehet húzni. Itt van egy egzotikus sárkány, a Hakatú. A Hakatúról talán annyit érdemes tudni, hogy vagy a halászatban, vagy a favágásban jobb, mint a többi. Természetesen nem túl kiemelkedő sárkány, egy egyszerű, egzotikus színű, hatlábú, ilyen uszonyos sárkányt kell elképzelni. Nem éri meg a 900 forint értékű rűnét. Ó, hát de jó, hát váltsuk be azonnal fára a 2 piros zoknit, meg a 2 vasmacskát, meg a 2... Azt akartam mondani, hogy vibrátor, de szerintem elég durván néz ki. De van derem egy darab kék lepedőn lévő barna pajzs, nem éri meg. Ugye teljes mértékben egyetértünk, hogy ez a rohadtul nem éri meg. Na, azokat a sárkányokat, akiket nem rakunk ki, tehát nem küldünk ki dolgozni, például itt a favágó sárkányok, fejszés sárkányok, tudod, vágja fejszével a fát. Például ez a nagy sárga, a Timberjack nevezetű nagy sárga, elmegy fát vágni. Így vágja a fát a sárkány. Ha valaki favágói szakmában dolgozik, vagy ilyen fafeldolgozáshoz van köze, miért nem kérdezték meg, te figyelj már a fát, hogy kell kivágni, te? Nem úgy kell kivágni a fát, hogy fölötte repkedek, és megjelenik a sárkánynál a fa, nem, az tényleg ott vágni kéne. Ugyanúgy, mint ahogy nagyon jól látjuk, itt alul a pici emberek méretükhöz relatív nagy fejszével itt csapkodják a fel. Hát tudom, természetesen ez csak egy sima animáció, de már sokkal közelebb van a valósághoz, mint a sárkány, csak úgy lebeg a fa fölött, és egyszer csak megjelenik nála a fa. Nem releváns, oké? Okay? Következő ezt látjuk, ez volt a gyúróterem, edzőterem, és van nekünk baby nevel, de természetesen nem baby neveldéről van szó, ez egy ilyen raktár. A raktárházban, amikor bemegyünk, látjuk az összes bébinket olyan sorrendben, hogy a legkifejlettebbtől, akikre mondjuk költöttünk, egészen a legkisebb bébiig, tehát itt a bal oldalt itt, lent, itt látjuk azt, hogy ez egy bébi, ugye, tehát nem tud fát vágni, nem tud halászni, mert ez még pici, látjuk az arcán, jaj, de kis aranyos sárkány. A következő sárkányok ugye egyen följebb szinten, az már 2-es szintű, de még still baby, tehát még ugyanúgy baby, és bármilyen nagy sárkány dögöt ide be lehet tenni, de ez egy ilyen raktár, ez arra való, hogy te olyan sárkányok, hogy egzotikum, meg nagyon szép, de se fát vágni nem tud rendesen, se a halászatban nem kimagasló.
hadászatba, tehát amikor jönnek ezek a hajók, mert én hívom. Nem tudom bevetni, mert annyira hátul van a sorban, annyira kicsi a sebzés, egyszerűen kuka az egész. Azokat ide be lehet nyugodtan patentolni. Na, all in all, erről szól így az egész játék. Jó? Tehát, hogy olyan sárkányok a gyűjtsébe, akik jól vágnak fát, vagy jól halásznak, vagy jók a harcba. A negyedik féle sárkány egyszerűen nem jó semmire. Például a fogatlan, aki elmegy mindig új tojásokért, és másfél óra múlva kiderül, hogy nem találta meg a szakadt zászlót. Erről szól a játék. Jó? Minden egyes fa, amit elköltünk, rá lehet költeni a házakra, újabb vikingeket lehet venni belőle. Ez ugye házak formájában realizálódik, tehát veszel egy házat. Ha felépült a ház, akkor hirtelen sehonnan megjelenik még 50 viking. Közben itt van a gyereknevelding, amit az előbb mondani akartam. Új csata lehetőség. Itt villog fölöttem, látod? Új csata lehetőség. Ez nem érdekel, most nem akarok még egy csatát megnyerni. Ez a tojás, egy tüskés hátú kígyó sárkány, hogy hívják? Most nem fog eszembe jutni. Kör alakú szája van, hosszú, tele van tüskével az egész teste. Aj, hogy hívják? Nem tudom. Nyissuk ki. Hát igen. Már a tojásokról fel lehet ismerni egyébként, ami van benne. Elejezzük a raktárba, jó? Mert ez már nekünk nem kell. Egy teljesen kifejlett egyedet láthatunk például itt. Vagy itt. Ez természetesen egyik se az volt. Itt van. Ez egy teljesen kifejlett egyed. Itt megy éppen vissza. A föld alól támad. Várjál, nézzük meg rendesen. Tehát 20.600 fát kerít be egy óra alatt, és a jobb alsó sorokban is látjuk azt, hogy 2 óra 20 percet dolgozik még. Vagy talán összesen. Nem, 4 óra 50 percet dolgozik, tehát nyugodtan föl lehet szorozni ezeket a ezen az oldalon lévő adatot, föl lehet szorozni a 4 óra 50 percet, mondjuk felkerekíthetsz 5 órára. Tehát 5x 20.600 az mondjuk 100.000. Egyébus, ide. És az egész játék így erről szól. Későbbi szinteken nagyobb sárkányok vannak, amik többe kerülnek, több halat esznek, és nagy változás nincsen. Remélem tetszett a bemutató. Ha van kedved, próbáld ki, azért jól el lehet vele szórakozni, csak azoknak éri meg ez a játék, hogy töltsék vele az időt, akik látták a filmet, és látják, hogy a sárkányok mögött milyen sztori van. Ez így ennyi. Akik nem látták azt a filmet, hogy hogyan neveld a sárkányot, azoknak nem nagyon javaslom ezt a játékot, mert amúgy egy pointless game, tehát ilyen értelmetlen fa és hal fölhalmozás történik. Most például megetettem a sárkányt, és az azt jelenti, hogy ő közben szintet lép. Amikor ő szintet lép, el lehet majd küldeni gyúrni, mihez majd lesz szabad hely, ugye? Elfogyasztottam az összes halat, azt majd szépen lassan visszatermelik, de ez a sárkányom már 45-ös szintű lett, és ez így bejön. Remélem érted. Ja, másik. Tele vagy pénzzel, miért lennél tele, nem? Akkor vásárolhatsz sárkányt. Nézzük már valami jó kis sárkányt, jó drágát. 2000 forint egy Uber sárkány. Ez mit jelent? Hogyan nézzük már meg? Halászni tök jól halászik. Első osztály. Nem ér meg 2000 forintot. Másik. Remélem látod az arcomot. Hát olyan nagyon nem nagy dobás, jó? Oké, hogy benne volt a filmben, de haver, ez itt kevés, jó? A játékban azok a sárkányok bizonyulnak nyerőnek, úgyhogy mondtam már az előbb, amik jól halászik, vagy jól vágja a fát, tudod, fejszés sárkány, vagy csatában jó. Na most ez, amin a hablajtnak az anyja utazott, repült, annyira nem jó semmire. Menjünk tovább, van a Brute Class, tehát a brutális osztály. Ilyen nagy szemüveges sárkányokat kéne belerakni. Látjuk ugye, hogy mennyi halat halászik, mennyi fát vág, és mennyi a támadó ereje az ott van alul. Hát egyik se egy nagy dobás, szerintem lapozzunk, jó? Amit én a legjobbnak ítéltem sárkányt,
Most valahogy ezt nem látom. Ez az ezüstfog. És valamilyen aggól azt most nem látom, mert mindjárt előkerítem valahol, csak itt lesz. Ahogy látom, nem látom. Ja, ez a leggyakoribb sárkány itt a vidéken. A borzasztó rémálom. Ez a leggyakoribb sárkány. És mivel a leggyakoribb sárkány, így a legolcsóbb, még 200 forint. De haver, nem is tud semmit. Tehát nekem ez már nincs is meg, bezavartam a halál. Szóval elküldtem, mondjuk így. Megváltunk, közös megegyezéssel felbontottuk a munkaviszonyt. Vagyjuk ilyen diszkréten. Aztán van ilyen, hogy Tide Glider, ez egy egzotikus sárkány. Azért egzotikus, mert nagyon hülyes színe van, de így ezen kívül nagyon jól sebez. Hát ott alul látjuk, hogy mennyit sebez, 1500-at. Az igen, ez bőven megéri azt a pénzt, amit erre ráköltenénk. Itt már sajnos nincs itt az áram, mert már ott van. És itt van az ezüstfog. Na ez már jó sárkány, mi? Jól halászik, jól vágja a fát és jól arcol. Ideál. Úgyhogy ennyi. Ez a legjobb sárkány szerintem az egész játékban. Természetesen, ugye mondanom se kell, nem beszerezhető csak pénzért. 62 szintű foglatlan nevezetű sárkánynak kellene őt keresni. Ennek ellenére kicsit körbenézünk, éppen itt repül. Ez itt a szürkefog, mint ne, ezüstfog, Silver Tooth, ami 118 ezer fát vág, illetve 118 ezer halat fog, és 162-t sebez. Természetesen, hogy én úgy gondolom, akkor visszahívom a halászatot, és elküldöm tréningre. Ezért, mivel ez a legjobb sárkány itt a körzetbe, azért ennek nem olcsó a tréningje. 3 millió 100 ezer. Később ez nagyon durva számokkal fokozódik, tehát 60 millió fa lesz az utolsó fejlesztése. Ezt fönn valahol a YouTube-on meg lehet nézni, nem egyszerűen. Maradjunk ennyibe. Úgyhogy nem tudom, akinek ez a játék tetszik, az nyugodtan próbálj ki, töltse, persze ingyen van. Akinek meg kell egy jó sárkány, hát az... keresse meg. Közben jött levelem. Ó, jött egy üzenet. Természetesen ez nem egy üzenet, hanem egy... időtöltés. Semmi extra nem történt. Úgyhogy ennyiből szól az egész játék, remélem tetszett. Én tök jó el vagyok vele egy esténként, néha elküldöm a sárkányokat erre-arra. Ja, meg ilyen apró ilyen nüanszok vannak még a játékban. Például számoljuk meg, hogy hány hal van itt a haltárolóban, jó? A jobb oldalon van a szélére oda dobva egy darab, a bal oldali alsóban van egy darab, és a felső nagy tálban van kettő darab. Ez 730.200 darab hal. Ezt így érted? Én nem. Jó, hát, design hiba. Értelemszerűen itt a százalék arányában jelennek meg a halak. Nem fizikailag a darab, mert akkor igen csúnya bajban lennének itt a tervezők, mert kiderülne, hogy elbozták az egészet. És ez a fa halom itt nem 3 millió fa, hanem a jobb esetben 150 darab. Úgyhogy remélem tetszett a videó. Mert nem tudom hányat szólnak. Meg talán mindegy is. Menjetek, játszatok ezzel a játékkal, szerintem tök aranyos.